Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolna Táj Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon. Elfogadták a település idei költségvetését. Egész nap várták a karjukat nyújtókat, 8. alkalommal szerveztek civil véradást Szekszárdon. Városi farsang. Jelmezekkel űzték a telet messzire Dombóváron. Böllérverseny. 7. alkalommal csapott össze a két csapat. €18 milliárd gazdálkodhat idén Szekszárd. Elfogadták a helyi önkormányzati képviselők a település költségvetését. A pénz nem tűnik kevésnek, nyugalomra viszont nincs ok. A kiadások ugyanis jelentős mértékben nőttek. Csak rezsiszámlákra 600 millió forinttal több kell majd 2023-ban, mint 2022-ben. Egyensúlyban lesz az idei költségvetés Szekszárdon, vagyis a bevételek fedezik a kiadásokat. A polgármesteri hivatalban úgy számolnak, 18 milliárd forint folyik be a kasszába. Ez nem kis szám, fontos ugyanakkor, hogy a kifizetendő összegek jelentős mértékben nőttek a tavalyi évhez képest. 635 millió forinttal emelkedett csak az intézményeinknél a gáz és a villanyszámláknak az összege. Ez az emelkedés nagyságrendje, és ezzel együtt emelkedett nyilvánvalóan a kötelező minimálbérnek az emelkedésének az összegével is a személyi előirányzataink. Ezen kívül vannak olyan tartozásaink, amiket rendezünk kell, ilyen a helyi tömegközlekedésre vonatkozó tartozás. Csak a helyi járatos buszközlekedésre 225 millió forintos kiadással számolnak a Városházán. Emellett viszont a cél, hogy a bevételeket is növeljék Szekszárdon. Éppen ezért mintegy 500 millió forint értékben tervezik, hogy kisebb, belterületi ingatlanokat adnak el. A város alpolgármestere azt mondja, az idei esztendő várhatóan nem a nagy beruházások éve lesz, ugyanakkor kisebb felújítások így is szép számmal vannak tervben. Fontosság és orrendek vannak, és ebben a megszorított költségvetésben a fejlesztésekre, üzemeltetésre rendelkezésre álló pénzekből örülünk annak, hogyha a balesetveszélyes dolgokat meg tudjuk oldani, és apró lépésekkel itt a felmerülő gondok, problémákat is tudjuk küszöbölni. Itt gondolok a közvilágításra, az EON-t bevonva, itt gondolok a természeti katasztrófák utáni gondok, problémáknak a megszüntetésére. A költségvetést több módosítóval fogadták el. Máté Péter, a Fidesz frakcióvezetője például azt kérte, végezzenek el kisebb fejlesztést minél hamarabb a szekszárdi piactéren. A piactéren a galambok elleni védelem, ez egy acélhálós védelem, és talán ezzel meg lehet szüntetni ezt a rengeteg galambürüléket, ami a piactéren keletkezik, sajnos ez probléma. Úgyhogy ezt mindenképp meg kell csinálni. A másik, az pedig, amit az én módosítom volt, a kosárlabda sportklub kért 40 millió forint támogatást még januárban, amit az átmeneti gazdálkodás ideje alatt nem volt lehetőség adni, de a költségvetés most is csak 15 millió forintot tartalmazott, és ezt a 15 millió forintot egészítettem ki 40 millióra, ezt a közgyűlés elfogadta. Voltak viszont olyan módosító javaslatok, amiket most nem fogadott el a közgyűlés. Zaják Rita, polgármesteri tanácsnok, 15 millió forintot szeretett volna előirányoztatni közösségi rendezvények szervezésére. Egyik ilyen volt ugye a Forgas a Földért rendezvény, Kindli Gábornak a rendezvénye, jubileum, hogy 10. alkalommal rendezi meg ezt a kisfilm, rövidfilm fesztivált. Erre szerettem volna 1 millió forintot a költségvetésből támogatásként, illetve valóban budapesti jó példákat átvéve, például a Fogadj Örökbe egy közterületet elnevezésű programot, 3 millió forinttal, aminek a lényege annyi, hogy a város lakók örökbe fogadhatnak egy-egy kisebb közterületet, és annak a gondozásáért cserébe valamennyi pénzt. Nyilván nem a munkadíjat kapják meg, hanem mondjuk az öntözésre, a víz kifizetése, ilyesmik voltak. Zaják Rita ezek mellett egy drogprevenciós kiállítást is szeretett volna Szekszárdra hozni. Azt mondja, egy későbbi alkalommal a költségvetés módosításakor újra megpróbálja majd ezeket keresztül vinni. A tapasztalat egyébként azt mutatja, hogy az első körben elfogadott költségvetést az év során többször is módosítják majd.
A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai ezen a héten vendéglátóhelyeket ellenőriznek. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Vizsgálatokra elsősorban Szekszárdon, Tamásiban, Bonyhádon, Pakson, Simontornyán és Tolna Némediben kell számítani. Vármegye bérletet vezet be a kormány a közösségi közlekedésben május 1-től, ezt a miniszterelnök jelentette be. Orbán Viktor azt mondta, a kedvezményes közösségi közlekedési lehetőség a buszos és a vasúti közlekedésben egyaránt igénybe vehető. Az ország bérlet ára havonta 18.900, a vármegye bérleté 9.450 forint lesz. Nyolcadik alkalommal szerveztek civil véradást Szekszárdon. Az Ybl Miklós utcai vérellátóban egész nap várták azokat, akik szívesen nyújtják a karjukat azért, hogy másokon segíthessenek. Ugyanis Magyarországon egyetlen napon 1600-1900 segítőkész emberre van szükség az egészségügyi ellátás biztonságos működéséhez. Gyors fertőtlenítés és már kezdődhet is a vér leadása. Hétfőn a szekszárdi területi vérellátóban reggel 8 és este 5 óra között várták azokat, akik ezt vállalva segítenek másokon. A Tolnai vármegye székhelyen immár 8. alkalommal szerveztek civil véradást. Akkor, amikor covidos voltam, plazmát szerettem volna adni, hogy nem kerültem be a kórházba. Arra nem voltam alkalmas, és azóta vért adok. A rendezvény egyébként a miniszterelnökség, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Civil Központ támogatásával valósult meg. Akkor a tavasszal, mondhatjuk talán így a farsengi szezon közepén vagy végén, 8. alkalommal kerül országosan megrendezésre a civil véradás minden megyében. Mi Tolna megyében 2 napot vállaltunk, ma február 20-át, illetve pénteket február 24-ét, akkor gyakorlatilag igyekszünk mozgósítani a lehető legtöbb civilt önkéntest, hogy véradással segítse embertársainkat. A vér ugyanis egy semmi mással nem pótolható folyadék, amivel idehaza évente 390 ezer adagra van szükség ahhoz, hogy a műtétek megvalósíthatóak legyenek. Kettős ennek a programnak a célja. Egyrészt a fő cél az, hogy a lehető legtöbb ember jöjjön és adjon vért. Másrészt viszont a programmal, a sajtó, a média megjelenéssel szeretnénk felhívni a figyelmet a véradás fontosságára, a lehető legtöbb emberhez eljutatni ezt az üzenetet, hogy embertársaink életét menthetjük meg a véradással, mert a legtöbb embert tudjuk bevonzani, hogy lehetőség szerint, amennyiben egészségi állapota megengedi, akkor legyen véradó, rendszeres véradó. Vért adni évente akár többször is lehet. Magyarországon egyetlen napon 1600-1900 segítőkész emberre van szükség az egészségügyi ellátás biztonságos működéséhez. Legalább fél éve elhunyt holttestet találtak Pakson hétvégén. Az áldozat valószínűleg természetes módon hunyt el, az idegenkezőséget kizárták. A rendőrség az eset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. A hatóság mindent megtesz az azonosításért. Jelenleg DNS teszt eredményét várják. A bomlási folyamat okán feltételezhető, hogy a maradványokat az állatok hordták szét egy 50 méteres körben. A paksi kapitányság munkatársai ismeretlen személy körözését rendelték el. Az elmúlt hónapokban eltűnt szemét senki sem keresett. Csökken szerdától a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A benzinért bruttó 3 forinttal kell kevesebbet fizetni, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 7 forinttal csökken. Így az aktuális átlagárakat figyelembe véve a 95-ös benzin átlagára 619 forint, a gázolaj átlagára 631 forint literenként szerdától. Akár 3,5 millió forintra is pályázhatnak a mikrovállalkozásként működő hentes üzletek az Agrárminisztérium új felhívásának köszönhetően. A támogatással olyan kis cégek élhetnek, amelyeknek fő tevékenységi köre a hús-húsáru kiskereskedelmét fedi le. További feltétel, hogy a hentes üzlet rendelkezzen lezárt üzleti évvel, továbbá vállalja, hogy legalább 2023. december 31-ig folytatja a tevékenységét. Fontos kikötés, hogy a pályázó a kérelem benyújtásakor nem állhat felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt, illetve nem rendelkezhet köztartozással. Egy vállalkozás egy pályázat benyújtására jogosult, függetlenül az általa üzemeltetett húsboltok számától. A benyújtásra 2023. február 20. napjától 2023. március 20. napjáig van lehetőség, hangsúlyozta Nobilis Márton Pál.
Városi farsang rendezésével igyekeztek előzni a telet Dombóváron. A rendezvénynek, amelyet évről évre megszerveznek a település művelődési háza ad helyet, ami idén is megtelt maskarába öltözött gyermekekkel. Épp a zsűrinek mutatják be jelmezeiket a dombovári városi farsang résztvevői. A covidos időszak után újra nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a családok a már régi hagyománnyal rendelkező mulatságba, a városi farsangba, ahol a több kézműves foglalkozás mellett még arcfestés is várta a lurkókat. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek az idén, és minden évben ilyen nagy a látogatottsága. A gyerekek és a szülők egyaránt kedvelik ezt a rendezvényt. Igyekszünk olyan programokat szervezni ezen a napon, hogy nekik való legyen mindenképpen, és nagyon jól érezzék magukat a kicsik, kicsit nagyobbak és a felnőttek is. A mai napon egy művésszó, bohóc műsorral kedveskedünk a gyerekeknek. A legnagyobb örömet számukra mégis az okozta, hogy magukra ölthették kedvenc mesehősük jelmezét, amiben önfeledten szórakozhattak a délután folyamán a művelődési ház rendezvényén. A szülők jó dolognak tartják ezeket a közösségépítő programokat, a városi farsangra igyekeztek minél ötletesebb maskarát gyermekükre adni. Nagyon jó, mert így legalább közösségben tölthetjük az időt, megismerkedhetünk másokkal, meg tudjuk osztani az örömünket a többiekkel. A dombovári városi farsang elérte célját, megmozgatta a településen élő családokat. A jelmezt öltött gyerekek pedig remélhetőleg messzire üzték a hideget. A rendőrök 344 hatásértővel szemben intézkedtek péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A polisz.hu-n olvasható statisztika szerint pénteken 126, szombaton 102, vasárnap 115 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a rendőrök. Az ország belsejében is elfogtak egy hatásértőt, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 672 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten, február 6-ától 12-ig a feltartóztatottak száma 660 volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 39 hatásértőt, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 18 gyanúsított ellen indult eljárás, derült ki a rendőrségi összesítésből. Hetedik alkalommal szerveztek böllérversenyt a Zombához tartozó Szent Gál szőlőhegyen hétvégén. A korábbi évek szokásainak megfelelően most is két csapat mérte összetudását, akik a levestől kezdve a pecsenyén át egészen a töltött káposztáig minden ételt elkészítettek. A fiatalabbak is besegítettek a hús feldolgozásában, mindenkinek megvolt a maga dolga a hétvégén megrendezett böllérversenyen. A programot a Szent Gál Szőlőhegyért Egyesület és a Szőlőszem Mozgalom szervezte. Orjaleves készül, a lányok összerakták a töltött káposztát, úgyhogy azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy tám még nincs is 11 óra, teljesen jók vagyunk. A böllérversenyt egyébként idén már hetedik alkalommal tartották meg. A program lényege, hogy a két egyesület tagjai teljesen feldolgoznak egy-egy sertést, ezt követően pedig elkészítik a hagyományos disznótoros ételeket. A fogásokat pedig zsűri értékelte. A szervező azt mondja, hogy nagy népszerűségnek örvend az esemény, ezt az is jól mutatja, hogy évről évre egyre több a résztvevő. De ez körülbelül úgy szokott kinézni, hogy egy órára készül el az összes étel, beszoktuk várni az összes ételt, hogy akkor egy teljes disznótorost lehessen végigkóstolni. Utána tombol a sorsolás, rengeteg felajánlást kaptunk szerencsére, nagyon köszönjük mindenkinek, és hát olyan 3-4 óra fele szokott lenni a zsűrinek a végső értékelése, az eredményhirdetés, és utána már egy kicsit lazább a dolog, eszem, iszom, dínom, dánom. A nap végén tehát a zsűri kiválasztotta a győztes egyesületet, akik megnyerhették a Böllér király címet és az ahhoz járó kupát. Regionális híreink következnek. Rehabilitációs és regenerációs központ 1,2 milliárd forintból bővítették a Nemzeti Kosárlabda Akadémiát. 25 év múlva még a gyerekeink is ezt fogják fizetni, 16 milliárdos adóssága van Pécsnek. A Westminsteri érsekség képviselői hazánkban a menekültek megsegítése, az ország védelme és a karitatív tevékenység volt a fő téma.
átadták a Nemzeti Kosárlabda Akadémia több mint 1,2 milliárdos forrásból, jelentős részben kormányzati támogatásból létesített 860 négyzetméteres rehabilitációs és regenerációs központját pénteken Pécsen. A HEP Ferenc sportvezetőről elnevezett létesítmény átadó ünnepségén elmondták, az akadémián 2018 óta folyó munka a világ legkiválóbb klubjait idézi, és az onnan kikerülők a legnevesebb csapatoknál is megállják a helyüket. 1,2 milliárd forintból épült meg a Nemzeti Kosárlabda Akadémia újonnan létesített rehabilitációs és regenerációs központja. Az épület közel 500 millió forint kormányzati támogatást kapott. A megelőzéssel és regenerációval is foglalkozó intézménye a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémiát, illetve a régió sportközösségét fogja szolgálni magas színvonalon korszerű eszközökkel. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter az átadó ünnepségen elmondta, az 5. Orbán kormány megalakulásakor a miniszterelnök úgy határozott, hogy a sport a megújuláson áteső honvédelemhez fog tartozni. Most egyszerre napjainkban két olyan folyamat is zajlik, ami kötődik ehhez. Az egyik a Magyar Honvédség tiszti és altiszti állományának fiatalítása, másfelől pedig néhány nappal ezelőtt a Bálnában tartottunk egy kampányító eseményt, ahol szövetséget ajánlottam a magyar fiataloknak arra, hogy csatlakozzanak a magyar haderőhöz. És mind a kettő folyamatban kiemelt jelentősége van a sportnak, a testedzésnek, hiszen azok, akik a magyar haderőt egy komoly és harcképes haderővé fogják emelni, fizikailag is fit emberek kell, hogy legyenek. Rád Géber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai és stratégiai igazgatója az átadón elmondta, a sportban jelenleg az lehet sikeres, aki gyorsan regenerálódik. A pécsi és a hasonló létesítmények pedig a bennük lévő modern eszközparkkal és az ott dolgozó szakemberekkel mindenben segítenek. De annyit szeretnék elmondani, hogy legyen ez a honvédségnek is az otthona. Határvadászainknak itt diagnosztizálni tudunk. Ma a sportban az nyeri a versenyeket, aki előbb kipiheni magát. Tehát ezért van a regeneráció. Regenerációban tudunk segíteni, rehabilitációban tudunk segíteni, de diagnosztikai méréseket, és számunkra felemelő lenne, hogy a Magyar Honvédség, mert a Magyar Honvédség ma minden egység elit, és hogy ők itt részt vegyenek ebbe a munkába. A létesítményben a legmodernebb rehabilitációs és diagnosztikai eszközök kapnak helyet. A központ elsősorban sportorvosi, valamint kardiológiai szakrendeléssel indul. Később pedig felnőtt és gyermek ortopédia, felnőtt és gyermek belgyógyászat, felnőtt és gyermek kardiológia, diabetológiai és endokrinológiai szakrendelések is helyet kaphatnak a központban. 16 milliárd forint, ekkora adósságot halmozott fel Péter Fiatila és a baloldali városvezetés az elmúlt években Pécsen, mondta a helyi Fidesz frakció vezetője. Csizmadia Péter emlékeztetett, hogy a tőketörlesztés és a kamatok adják ki ezt az összeget a hitelfelvétel miatt. A polgári oldal szerint még 25 év múlva gyermekeink is ezt a tartozást fogják fizetni. Épülhetett volna ultramodern akvapark, akár több új vásárcsarnok, vagy megújulhatott volna Pécs összes bölcsödéje és óvodája is. Ehhez képest a baloldali városvezetés 3,5 év alatt egyetlen általuk indított épkézláb beruházást sem valósított meg a városban, mondta a Fidesz frakció vezetője. Csizmadia Péter még a közgyűlés alatt elevenítette fel, hogy mekkora adósságot halmozott fel Péter Fiatila vezetése idején a Baranyai vármegye székhely. Önök már több mint 10 milliárd forint összeg erejéig vállaltak kötelezettséget, mégpedig hitelfelvétel keretében. De ez csak a tőketörlesztés, kedves képviselőtársaim, nem tudom, tudják-e, hogy ezeknek a hiteleknek a visszafizetése az bizony súlyos kamatfizetési kötelezettség mellett fog történni, és súlyosan fogja nyomni a pécsi költségvetést az elkövetkezendő időszakban. Ha megnézzük, csak a kamatok meghaladják az 5,5 milliárd forintot, ha pedig ezt a kettőt összeadjuk, már 16 milliárd forintnál tartunk, hangsúlyozta a politikus. A frakció tagjai szerint ebből a lakossága a jövőben sem számíthat semmilyen érdemi fejlesztésre, legfeljebb aktagyártó előkészítő tanulmányokra, amiket még 25 év múlva is fizetniük kell a pécsieknek. Mi azt javasoljuk, hogy az önkormányzat ebben az önkormányzati ciklusban, tehát 2023-ban és 2024-ben ne vállaljon további adósságot keletkeztető kötelezettséget, ne vegyen fel több hitelt, mire azzal valamilyen szinten a jövőt fogjuk megterhelni. És azért az látszik, hogy a következő időszakban velünk maradnak a
azok az energiaárak és azok a többletköltségek, amelyeket valahogy ki kell gazdálkodni. Azt gondolom, hogy ha felesleges ezeknek a hiteleknek a felvétele, akkor azt ne tegyük meg. Péterfi Attila és a baloldali városvezetés azonban ezen indítvány támogatása helyett egy újabb 500 millió forintos hitel lehívásával válaszolt. Csizmadia Péter hozzátette, bár 25 év múlva már senki nem fog emlékezni Péterfi Attilára és baráti körére, de mi pécsiek és a gyerekeink még akkor is az általuk itt hagyott adósságot fogjuk fizetni utánuk. A Westminsteri érsekség képviselői érkeztek lelkipásztori látogatásra a hazánkba. Paul McAleenan, a Westminsteri érsekség segédpüspöke, Michael Dunn, a Westminsteri érsekség kanonoka, gróf Hadik András ügyvéd, valamint Csicsó János, angliai főlelkész azzal a céllal érkezett Magyarországra, hogy tájékozódjon arról, hogyan zajlik az orosz-ukrán háború elől menekülők megsegítése hazánkban, az ország védelme a szerb-magyar határnál, továbbá betekintést nyerjenek a katolikus egyház karitatív tevékenységébe. Londoni egyházi méltóságok tettek lelkipásztori látogatást február 13-a és 17-e között Magyarország több városában. A Westminsteri érsekség képviselői Csicsó János angliai főlelkész vezetésével érkeztek hazánkba. A delegáció a pécsi egyházmegyébe is ellátogatott. Igyekszem tényleg napi szinten oda tenni magam, hogy elsősorban a szentség kiszolgálás, utána ugye szociális segítséget igyekszünk nyújtani a bajban lévő magyar testvérek számára. Utána, hogy hát nyilvánvaló azért egy közösséget így igyekszünk építeni, közösséget igyekszünk életben tartani. A Westminsteri érsekségről hazánkba látogató vendégek azzal a céllal érkeztek, hogy tájékozódjanak arról, hogyan zajlik az orosz-ukrán háború elől menekülő emberek megsegítése, az ország védelme a szerb-magyar határnál, továbbá betekintést nyerjenek a katolikus egyház karitatív tevékenységébe. A delegációt Felföldi László, a pécsi egyházmegye püspöke is fogadta, és megnézték az egyházmegyei fenntartású intézményekben folyó munkát. One of my responsibilities. Az angol és walesi püspöki konferencián a migránsok és a menekültek ügyével foglalkozó hivatalt vezetem. Az etnikai lelkészségek koordinátora vagyok, valamint az érsekség Caritas felelőse. Ezért szerettem volna személyesen is látni és megtapasztalni, mi a magyar válasz az ukrán menekült kérdésre, és kíváncsi voltam arra is, hogy zajlik az ország védelme a szerb-magyar határon, ezért röszkén is jártunk. A delegáció tagjaként hazánkba látogatott még Michael Dunn, a Westminsteri érsekség kanonoka, az Oktatási Bizottság elnöke, és gróf Hadik András ügyvéd, a brit-máltai lovagrend tagja is. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Közgyűlés Szekszárdon elfogadták a település idei költségvetését. Egész nap várták a karjukat nyújtókat, 8. alkalommal szerveztek civil véradást Szekszárdon. Városi farsang, jelmezekkel űzték a telet messzire Dombóváron. Böllérverseny, 7. alkalommal csapott össze a két csapat. Kedden napos, ismét kifejezetten enyhe idő várható, éjszaka fokozatosan mérséklődik a szél, csillagfényes égbolt ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!